Üdv, szevasztok, üdvözlet mindenkinek! Csákány, szevasztok! Mindenki üdvözlet! Úgy bizony, de... Na, gondoltam, hogy egy icinke, picinkét bevlogolunk, videózunk, csinálózunk. Jó idő van, gyerekek, november van, és süt a nap, bár mondjuk csípős ideg. Ahhoz képest, hogy csípős ideg van, és még süt a nap is, eltűrhető idő van, tehát még tűrhető. Jön a december, jön a télapó, jön az új év, azaz a szilveszter, amit ünnepelni kell, jönnek a fogadalmak, hogy 2019-re mit fogadsz meg. Igazából ilyen fogadalmakkal nem akarok foglalkozni, mert engem igazából nem érdekel. Semmit nem fogadok meg az új évre, mert minek? Baromság. A 2018-as évem, azaz a mostani év, főleg a nyár az számomra, nem is tudom, elmúlott, gyorsan jött, gyorsan ment az egész nyár. Nagyon gyönyörű helyeken jártam, jól éreztem magam, remélhetőleg, hogy 2019-ben minden álmom valóra válik, bízunk benne, hogy összejön a dolog, és reménykedem benne, hogy minden jó lesz. Tervezni nem tervezek semmit, mindig így csak jönnek a dolgok maguktól, mert ha tervezel, nem biztos, hogy valóra válik és összejön. Eddig mindig terveztem és mindig azzal foglalkoztam, hogy hogyan, miképp legyen, milyen videó legyen, miről szóljanak a videók, meg hogy mit éri meg, hogy megcsinálj, hogy kinek feleljek meg, kinek ne feleljek meg. Nem kell megfelelni senkinek, nem kell foglalkozni senkivel, nem kell hallgatni senkire, saját magad ura vagy, én saját magam csinálom a dolgomat. Ha én a videózással akarok foglalkozni, akkor foglalkozom a videózással. Ha én ebben jól érzem magam, akkor jól érzem magam. Ja. Évekkel ezelőtt is mindig gondolkodtam rajta, hogy jó lenne kipróbálni a videózást. Ugye 2008-ban költöztünk ide, és már akkor eszembe jutott, hogy kellene videózni. Csak ugye én a reppeléssel foglalkoztam sok-sok időn keresztül. Én néha foglalkozom vele, bár nem mondanám magam rappernek se előadónak. Ez csak ilyen hobbi, amikor úgy van kedvem, akkor elkezdek így rappelgetni saját magamnak. És akkor ezt felrakom, ha valakinek tetszik, tetszik. Ha valakinek nem tetszik, akkor nem tetszik. Igazából én nem azért csinálom, hogy én nekem ebből bármiféle hűden a sikerem legyen meg, hogy egyébek X-faktorban meg ilyen helyekre nem mennék. Meg hát minek? Bár mondjuk elgondolkodtam rajta, hogy el kellene menni az X-faktorba, már csak azért is, hogy kíváncsi legyek arra, hogy mit reagálnának az emberek az én úgymondott fellépésemre, előadásomra, és ezáltal egy picit ismertebbé válni, akár az Éjjel-nappal Budapestben jelentkezni. Ezek csak ilyen gondolatok, meg így eszembe jutott, hogy lehetne ilyeneket is, de majd kiderül minden a következő évben. Ja. Hát én azt gondolom, hogy az idei év, a 2018-as év, az most mit tudom, egy 10-es skálán mondjuk adjunk neki 3-at. 3-at adok neki a 10-es skálán, ennyi. A 2017-es évnek, ugye amikor elkezdtem, annak mondjuk azt, hogy adok egy 4-est. A 10-es skálán az egy 4-es, a 2018-as év meg egy 3-ast. Ennyi. A 2019-es évhez még nem tudok mit mondani, hamarosan elkezdődik. Jön ugye a karácsony, jön a télapó, karácsony, az új év, a karácsonyt elfelejtettem, már az elején mondhattam volna, de mindegy, jön a karácsony, összegyűlnek a családok, ugye puszi, nagy barátság, vége van a karácsonynak, akkor még szilveszterkor összeül a család, akkor még barátság, utána vita, meg egyébek. A karácsony az egy jó dolog, főleg, hogyha adsz. Nem az a lényeg, hogy kapj, hanem hogy adj. Az is jó, ha kapsz mondjuk egy mosolyt, vagy egy köszönömöt. Bár az is jó, hogyha valami olyan dolgot kapsz, amire nem vágynál, vagy nem is gondoltad volna, hogy kaptál volna, és megkapod. A legfontosabb a család, a barátok, a testvérek, a rokonok. Leginkább azok a barátok fontosak, akik ott vannak melletted, és tényleg segítenek, és nem próbálnak meg semmiféle
egyéb dolgot. Nekem is vannak barátaim, tehát innen üdvözlöm Ádámot és Olgát, remélem, hogy ezt a videót látjátok. Kívánok nektek minden jót. Ugye velük szilvesztereztünk, 2018-as évben úgy mentünk át, hogy ők is ott voltak. Nagyon jót bulisztunk, remélhetőleg idén összejön valami, majd meglátjuk. Aztán ugye jön a szilveszter, ami új év, és akkor isznak, buliznak, szórakoznak. Én is el fogok menni természetesen szórakozni, bulizni. Jól fogom magam én is érezni, és a 2019-es évben pedig úgy lépünk át, hogy valami jó dolog történjen. Fogadalmat azért nem teszek, mert minek fogadjak. Megfogadom, hogy ez meg ez nem lesz. Jönnek maguktól a dolgok. Januárban egy újabb esemény jön, amiről majd fogok majd egyszer beszélni, remélhetőleg, hogyha úgy alakul. Mit tudok még mondani? A fiatalságnak annyit üzennék, hogy ne csináljatok rosszat, csak a jót, szeressétek a családjaitokat, és mindig legyetek önmagatok, ne utánozzatok másokat, ne azért legyetek ti is vagányok, mert a másiktól azt látjátok, hogy vagányak vagytok, hanem legyetek visszahúzódóak inkább. A társaságban vagytok, akkor se jó nagynak lenni. De igazából ez tényleg társaságtól függ, meg az emberi viselkedéstől. De mindenki úgy viselkedik igazából, ahogy akar. Ezért nem lehet megszólni, vagy elítélni senkit, de bár ma már az a legnagyobb divat, hogy elítélik egymást az emberek és egymást. Mint hogy felemelnék, inkább lehúzzák, és mint hogy segítenék, inkább még jobban a mélybe taszítják. Ezáltal még nagyobb sebzés lesz rajtuk. Ez nem jó dolog. Tehát ez nem úgy alakul, ahogy kellene. Na mindegy. Hát ez a videó, ez jól alakult az elején. Egy kis bolondozás volt az elején, semmi probléma. A lényeg, hogyha végignézted ezt a videót, dislike-olj vagy like-olj, nekem mindegy. Lent a leírásban, vagyis inkább mondjuk azt, hogy Instagramon kövessetek RioOfficial25. Tessék nyugodtan bekövetni, ott is lehet nyugodtan írni. TikTokon is követhettek RioOfficial két löbetűvel a végén. A RioOfficial két löbetűvel. Nos, van TikTokon, tehát nyugodtan kövessetek ott is, és majd ott is lesznek videók, meg vannak is. Na, ennyit szerettem volna. Ha valami így eszembe jut, akkor majd valami lesz. Vigyázzatok magatokra. Áldjon meg mindenkit a jó Isten. Szevasztok.